Yeah, papa, here we go down, los indios de Barcelona, vámonos. ¡Esa! Barcelona City, la vaca vida soa. Egy szó, mely bárhol a világon, ha itt-ott egy kicsit másként is ejtik, ugyanazt jelenti. Futball. Egy játék, melyet mindenütt ugyanolyan szabályok szerint játszanak. Mégis micsoda különbség, ha itthon, vagy éppen 2000 kilométerrel távolabb kergetik a labdát. Bár egy teltházas stadionban játszott mérkőzésnek, legyen az bármilyen jó vagy rossz, kis hazánkban is hangulata van, valljuk be őszintén, egy 102 000-es lelátón ülni azért teljesen más. Akinek már megadatott a lehetőség, hogy Barcelonában szurkoljon végig egy bajnoki meccset, az igazán érzi ezt a különbséget. Persze nem csak a monumentális aréna varázsolhatja el a lelkes focirajongót, hanem az is, hogy a pályán olyan sztárok futkosnak 90 percen keresztül, mint Kluivert, Mendieta vagy Saviola. És ha már itt tartunk, gondolom mindenki számára világos, hogy a csapat nem más, mint az FC Barcelona, az aréna pedig maga a bűvös Nou Camp. Menjünk vissza egy kicsit az időben, mondjuk úgy 1898 tájékára, amikor egy Hans Gamper nevű úriember megalapította a patinás katalán klubot. Bizony a vörös-kék mesterek már több mint 100 éve uralják a foci világát. Legendák megteremtői a sport sikereinek aktív részesei. És bár mindig ott áll mögöttük, állandó kísértetük a Real Madrid, mégis a Barcelona a rajongók és a hivatalos szakértők szemében impozánsabb helyet foglal el. A klubalapító Gamper egyébként játékosként is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Mi magyarok is büszkék lehetünk, hiszen mi adtuk a katalán csapatnak azt a Kubala Lászlót, aki 1950-ben csatlakozott a Barcelonához. A magyar sztár vezette támadásokkal a Barca mindent megnyert az 1951-52-es évadban. Ebben a csapatban játszott 1957-től Kocsis és Cibor is, akik teljesítményükkel, kitartásukkal minden idők egyik leggyönyörűbb Barca korszakának voltak oszlopos tagjai. Emléküket ma is őrzi a múzeum, mely szentély a szentélyben. A Nou Camp előcsarnokában egész tárlatot szentelnek az FC Barcelona történetének. Az pedig külön megdobogtatja az ember szívét, ha magyar, hogy 1998-ban a klub fennállásának 100. évfordulóján Ladislau Kubalát választották az eltelt időszak legjobb Barca játékosává. A múzeum sokáig Kubala nevét viselte, de Lassit azóta sem felejtették el a katalán fővárosban. A Barca erekéket árusító shopban egy egész falat szentelnek minden idők egyik legjobb magyar focistájának. Mert bizony a foci, mint bárhol a világon, itt is üzlet, és a Barca poháron, sálon épp úgy megvásárolható, mint mondjuk füzeten, videókazettán vagy esernyőn. És akkor a mezekről még nem is beszéltünk. Igaz, a teljesség igénye nélkül, de ezzel vissza is tértünk a jelenbe, hiszen olyan neveket lehetne még említeni az FC Barcelona játékosai között, mint Diego Maradona. A csapat jelenleg 8 katalánból, 8 spanyolból, 6 hollandból, 2 franciából, 1 brazilból és 1 portugálból áll. Az átlag életkor pedig 25 év. A klub népszerűségét bizonyítja, hogy vannak olyan mérkőzések, melyre jegyet sem adnak ki, mert a 102 000-es Nou Campot már a bérletesek megtöltik. Egy klubkártyához hozzájutni pedig csak örökösödés útján, kihalásos alapon lehet. Egy átlag mérkőzésre, mint az FC Barcelona Malaga meccs, 25-50 euróba kerülnek a belépőjegyek, de még egy ilyen, rangadónak nem nevezhető mérkőzésen is 50 000 ember szurkol az arénában. És hogy milyen volt a meccs? Nos, azt döntsék el önök.